A szerző a német nemzetiség történetének népességének alakulását kutatta. A könyv az első-második világháború borzalmas következményeit mutatja be, és az utána történt eseményeket, a kilakoltatásokat, a más nemzetiségi családok cseréit az országunkban. Bemutatja az átélt borzalmakat, családtagok elvesztését, szétszakításait, az elhurcolásokat különböző munkatáborokba. A hátramaradott családtagok, az eltűntek és a különböző településen élők történeteiből született meg a remek mű. A könyv körülbelül 5 évi kutatásnak a végterméke, a végeredménye. Először is a külalakkal szeretném kezdeni. Ez a legszebb könyvem, a legtartalmasabb, a legesztétikusabb. Nagy köszönet érte a tipográfusnak, Erki Nagy Tibornak, akivel együtt dolgozhattam. És talán annyi az interjúban hangozzék el, hogy az összes eddigi könyvem és publikációm valamilyen módon összekapcsolódott a helyi német nemzetiségi önkormányzattal, Glaub Robert úrral, most is ők karolták fel a kezdeményezést. A családfákat lehet nyomon követni alapokból. A könyv nagyon sok adatot, képet tartalmaz. Magyar és német nyelven olvasható. Hasznosságát és értékét nem lehet szóban kifejezni. 17 település németségének története van bent a könyvben 1700-tól napjainkig. Elsősorban népszámlálási levéltár és egyéb forrásoknak a segítségével. És hát én földrajz területén doktoráltam, és ez a könyv inkább földrajzi tematikájú abból a szempontból, hogy nagyon sok statisztikai adatot, térképet, elemzés, település szerkezeti elemzést tartalmaz, de bőséggel talál bent az olvasó olyan adatokat, olyan fordulatokat, amik az események történelmi hátterével kapcsolatosak. És a könyv legvégén, napjainkig, a 2011-es népszámlálásokig megy el a történetnek a szála. Folyamatosan azt próbáltam követni, hogy a német nemzetiség ezekben a falvakban hogyan maradt meg. Egyelőre nagyon szép számban létezik, és az a reménységem, hogyha még nekiállok kutatni, akkor esetleg egy következő népszámlálási adatnál is hasonló szép adatokkal találkozom. A történelem az, ami végigkíséri utunkat, és az íráson keresztül élhetjük át a valóságot, a megtörtént eseményeket. Bár egyre kevesebben vallják magukat német anyanyelvűnek, mivel az idősebb korosztály már elhalálozik, a fiatalabbak pedig már nem igazán beszélik a nyelvet. Azért napjainkban a német nemzetiségűek még szép számmal élnek országunkban, és összefogással őrizni tudják hagyományaikat.